elleni küzdelemre, erre nincs itt. Na, most erre mit mondjak? Hello, my friend. Stay a while and listen. Nem baj, legalább javítuk egyet Griswoldnál. Ja, ennyi. Amíg van itt egy ring. Hát ez egész jó, azt nem fogom lecserélni, azt tuti. Még most egy darabig. Rengeteg healing potion-om, scroll-om van. Meg úgy minden. Jó, sok. Sok cucc van. Jó, innen el. És akkor azt mondja, hogy megyünk vissza a 4-es szintre, ahonnan megyünk le egyből az 5-ös szintre. Előtte kipakolok ide ezt a rengeteg van a potion-t. Healing, healing. Valamikor már csak el fognak fogyni ezek. Identify. Hát ez van mindegy igazából. De elhasználom a következő első cuccra, amit úgy hazaviszek szívesen. Jó. Jó, és lesz így. És akkor most megyünk vissza a waypont-tal 4-es szintre. És akkor itt az 5-ös szinthez vívő lejárat. Hát ezt a Butcher Questet lehet soha nem fogom megcsinálni, vagy mit nem tudom. Úristen! Hogy álltam be ilyen szarul az ajtóba, hogy ki tudnak jönni? Ez egy szar ajtó. Ez milyen jól bírja? Hát ezt szerintem nem fog meghalni. Mert színre így ugyanolyan, csak ezért szar, hogy nem látom úgy a monsterek nevét, de hát... Na mindegy. Na. Hú, de szar, hogy mindig elmenekülnek, amikor egyet megölök. A Diablo 3-ban is így viselkednek ezek a fallenek, hogy egyet megölsz, aztán így elkezdek róla. És akkor így elfutnak. Na! Valahol itt hallhattuk abba. És itt a Magic Rock! Aha. Nagyon jó kardot csinál belőle, azt hiszem. Egy nagyon-nagyon-nagyon fasz a kardot. Rább is remélem. Sehol Sári, nincsenek itthon, vagy mi? És mi triggerelte ezt a csapdát amúgy? Fómana potion. Ez nem érdekel annyira, mint ez a szoba, ami nagyon hasonlít ahhoz, amiben Zárdömed szokott ülni. Ja, de nem ebben most ez a munklánosok vannak. Na gyertek csak szépen egyesével. Na, úgy kell. Kis tűzfalamba. Ezt akartam kipróbálni, hogy engem is ugyanúgy sebez a saját skillem, mint ahogy eddig a Diablo 1-ben. A telekinézis könyve. De jól néz ki ez a... Meg milyen jó hangja van. Na, identifálja, most valamit beazonosítunk, mondjuk ezt a gyűrűt. Na, ez egész jó, Magic Resist. Az tök jó. Na, de ezeket a cuccokat meg elosztom, csak majd úgy is fog fogyni még szerintem a HP potion-om. Ilyen kék meg piros csontvázak.
Na gyere ide. Itt helyre kevesebb XP-t adnának ezek a lények. Amúgy lehet, hogy most már sokkal feljebb kell mennem úgy így a szinteken. Hát ez úgy meg is halt egy az egybe. Nem, ezeket nem veszem föl. Arról te azt hittem, hogy ajtó, de nem, de ilyen kis kiszögellés, vagy ilyen kripta-szerű, mint egy csontváz állt volna benne. Így lehet vissza előre. Hát nem sok értelme van ennek a nagy, vagy visszazoomnak, mert oké, hogy látsz, de mindegy. Így jobb. Úgyis a light radiusszal kb. Csak ez az a terület, amit így felvilágítok így a mapba, már pedig, hogyha valamit keresek majd, akkor ezt úgyis a map szerint fogom keresni. Hú, egy fehér csonti. Már kemény. És híleltem magam. Minusz 20, jó nagyokat üt. 700 goldot. Stone Curse. Ó, hát persze, hogy nem tudom ezeket megtanulni. Large chest. Alig várom, hogy újra lássam Griswold papát. Ez a Chamber of Bone. Várjunk csak. Már az alakjáról megismerem itt a mapon. Ez itt a Chamber of Bone. Vagy Bones, vagy nem tudom. Rengeteg csontváz lesz oda bent, meg jó loot. Remélhetőleg jó loot. Ezeket innen előbb kitakarítom, mert... Hát itt ez tele lesz az egész mindjárt a csontival, vagy legalábbis benne azok a szobák. Ezek meg szerintem lightning immunisak, azért ilyen kékek, vagy cold immunisak, nem tudom. Vagy nem immunisak, de van reziük. Vagy ilyesmi. Úgy tippanem. Gyertek csak. Na, azt mondja, hogy... Mégis lassan lehet, hogy elkezdhetek kasztolgatni. De ezért ez mi, hogy... Hogy már megint a kardom tönkre megy. Tehát, hogy kevés ennek a durability-e, vagy én nem tudom, hogy mi van ezzel, de... Ez állandóan tönkre megy. Hó... Jaj, ezeket utálom! Ezért utálom az ilyen csácsolós genyó bíztek. Na gyere te is, gyere. Cic. Ho, már csak egyet kellett ráütni. And so, locked beyond the gateway of blood and past the hall of fire. Valor awaits for the hero of light to awaken. Itt kapjuk meg az Arcane Valort. Azt a páncélt. Hát nem tudom, ez is rohadt jó ez a páncél. Nem tudom, hogy milyen lesz az Arcane Valor. Bloodstone. Ja, és erre rá tudjuk tenni a Bloodstone-t. És akkor onnan kinyílik, aha, ott az ajtó. Itt is van egy Bloodstone, azt is bevisszük oda középre. És akkor... Most ott is nyílt egy ajtó, vagy hogy van ez? Azt tudom, hogy azt hiszem az lesz az utcsó szoba, vagy... Ja, nem itt voltunk benne, ahol már hirtelen eltévedtem, és most nyílik ki ez. Aha, és akkor majd az lesz az utolsó, ami legfelül van. Jó. Jó, men! Elég sok HP potén van, meg ilyesmi. Hogy megpróbálok Stroll of Healing-et használni, hogyha kell. Ha nagyon döfködnek, akkor nem nagyon tudok. Igen.
Még van 6 durability, jó? Hát ez még nem is olyan vészes. Nem fog felférni az erkém alól. Ja jó, nem kell körbe. Ezt le kell verni? Ó, én erre már nem emlékeztem, hogy ez ilyen lovag, akit le kell verni. De te is kapsz egy ilyet, nem itt szólsz hozzá. Basszus. Az övé, mintha erősebb lenne, vagy nem tudom. És ő is kasztolja. Ez mi volt? Hílelte magát. Nagyon durva ez a csávó. Én nem emlékeztem arra, hogy ezzel így meg kell küzdeni. És megint hílelte magát. Ne, ne. Ó, piros a kardom. Remélem, hogy a healing potion-t raktam be, és sem a Tom portált. Hát de mit csináljak vele, hogy ne healelje magát? Nincs itt a... Most befagyasztod. Te mekkorát rávettem, rávertem 36-ot. Hát én meg most mit csináljak ezzel, hogyha felhíreli magát, meg végtelen manája van. Nem tudom. Hát ez hogy lehet megölni? Lehet, hogy nem is lehet. Hú! Az nem is szép. Még charge-ol is! Anyád! Hát ide valami, nem tudom mi kell. Valami taktika forté. Hazamegyek. Nincs mese. Venni kell poti, tényleg a sok revolution-t ott hagytam. Ja, odaadjuk neki a Dark Rockot, hát ha ad valami baszó fegyvert. Nem, gyűrűt ad. Várjál, Geppo, te! Mit csináltam rosszul? A portot Butchernél nyisd meg a szobában. A bácsörön már rég túl vagyunk, nincs bent megint a helyén. Nincs bent a szobájában. Hú, ez nagyon jó, sokkal marabb vissza nyerem az erőmet a részétől. Melyiket cseréljem le? Lehet ezt fogom. Ja, ezt megjavítjuk. Jaj. Ilyen szart miért is hoztam magammal, azt nem értem. Minusz 5. Ez is magic, az se rossz, de nem kell. Menj be és nyiss egy sima porttekercset, mert te a szoba mellett nyitottál, nem pedig bent. És hogyha bent nyitok, akkor mi történik? Ha bent nyitok bácsörnél.
ezt fogom használni, azt a cuccot. Ja, nem tudsz linkelni linkeket. Ilyen pervacsal, hogyha azt benyomod, de amúgy látom, hogy mire gondolsz. Na mindjárt, akkor visszamegyek Bachelorhoz, vagy nem tudom. De előbb most már itt vagyok, Kerkén Valort, ezt megszerzem. Csak venni kell még egy rohadli HP potion. De durva! És már vannak nála ilyenek 120-ért. Nem baj, nekünk jó ez a sima HP pot is. Akkor egy odavezető portot nyit. A Bachelor szobájába kell nyitni portet. Régen nem ilyen volt, régen kinyitottad azt az ajtót, és ott volt benn Bachelor, és szaladt egyből neked. Nem hiába vannak ott karóba húzva az emberek. Ez ellen mit csináljak? Na azt mondd meg. Gepó, hogyha olyan nagy Diablo fan vagy. Hát na nézd meg. Hát csak nyitja meg, nyitja ezeket a tüzeket. De miért, hogy állandóan felhíreli magát? Hát ez nek, de nem fogy el a manája? Ennek nem fogy el a manája? Hát mit csinál ez? Mindig felhilleli magát. A healt kellene valahogy megakadályozni. Nem jut eszembe csak a Stone Curse, ami olyan, hogy iszi, de azt lehet nem is tudok ilyen elitre kasztolni. Stone Curse-t. Én esküszöm, visszamegyek, hát ez ilyen nincsen. A hülyéje. Na várjunk. Akkor most visszamegyek Bachelorhoz. Ja, ez csak üssem, és akkor egy idő után elfogy a HP-ja, akkor megütöm. Jó. Itt valahol hagyta egyébként egy Rahedli Revelation-t, azt akarom, azért akarok végig elmenni amúgy, mert az viszont ide most nagyon jó jönne. Hú, itt is egy HP poti. Itt vannak a földön, azokért jövök vissza most gyorsan. Oké, ezután visszamegyek, nem kímélem, oda megyek, aztán csak úgy nyomom. Ennyi? Ja, ennyi volt itt a földön, jó. Na hát azért így most már van egy jó pár HP poti, ebből remélem, hogy kijön a kill. Mi az a nyaligátor? Itt maradt egy kis nyaligátor. Na, menjünk akkor vissza, aztán adunk neki. Hát egy teljesen olyan, annyit kell ütni abba a csávóba, hogy ilyen reménytelennek tűnik az egész harc. Vagy mint hogyha egy miért ütöm, vagy mit tudom én. Ha egy elgondolkozok azon, hogy minek bántom, vagy nem tudom. Nyitok egy portot, azért biztos, ami biztos. Vagy te a tűz faladdal. Windows tűzfal. Megint. És ugyanúgy nyög, mint én, amikor ütnek. Mert azért ott kicsordult a vére, vagy az az enyém? Nem tudom. Gyere elrébb, koma. Hát ez nem tudom. És már megint tönkre megy a, micsodám, a kis kardom. Hát ez mi? Mindegy. Anyád? Mindjárt válthatok fegyvert izére.
Most javítottam. Úgyhogy ezzel csatáztam. Hát ez kegyetlen. Ez lehet nem is az övére amúgy, hanem csak itt maradt valaki. De! Az övé. A most már egy ilyen nagyobb vértócsa is ott van. Már csak meghallassa. Most ezzel megnézem. Egyszer azért nagyon nagyokat ráütök, amikor eltalálom. Néha. Viszont a HP poti is jobban fogy. Na! Hát ezzel még mindig jobb szerintem. Eredményesebb. Hát egyet meg kettőt sebzek most rá. Mi van vele? Most feltett valami páncélt pluszba vagy mi? A Lightningnak nagyon kéne adnia ellene, szerintem. Ő biztos van valamennyire zia amúgy, mert sokkal nagyobbakat ütök a... ez a kis Lightningos daggerrel, az átlag monsterekre. Takarodj. Biztos van valami trükkje amúgy. Meg itt szopatok, hogy ütni kell. Hát de mennyi vér? Hát ez menstruál ez a csávó, hát nézzétek már meg, hát nem igaz. Meddig kell lesz ütni? Ez az. Pirosra tört a kis cuccom. Szóval nem, ez nem, itt valami, nem tudom mit kéne ide. Hát azt hittem, hogy nem megy el onnan. Mindjárt mehetek haza megint. Nem hal meg. Nem. Nem. Összevérezi itt az egész padlót, de nem akar meghalni. Egyszerűen. Valami mana szívót kellene betenni, vagy én nem tudom. De ekkora inventória még neki se lehet, hogy ennyi potia legyen, hogy így. Nyögünk itt egymás mellé, hát ez nagyon durva. Hát anyád. Egy poti maradt, az összesnek egy nyista. Szar a fegyverem? Négyes szinten párszor hát, ha kapok valamit. Már annyi damage-et belenyomtam, hogy igazából muszáj kinyírnom. Ez nem is olyan rossz egyébként ez a Zax. Van erre elixírja, de ez csak 10 percre, azt mindig elfelejtem. Még van 7000 goldom végül is. Csak mindig a javítás a szar amúgy, mert ez 1100.
Na, visszamegyek. Megölöm. Tényleg nem olyan jó látni ezeket az egyes meg kettes számokat, de igazából így is állandóan híleli magát. Tehát... Az jó ebben, hogy ilyenkor van nálam pajzs, és olyankor egy kicsit jobb. Nem üt akkorákat rám. Meg ezzel marha gyorsan ütöm őt. Hát ezt nem bírom megölni. Hányszor híleli ezt fel magát, de komolyan. Nem, szerintem tényleg vagy gyenge a fegyverem, vagy én nem tudom. Baszd meg. Tudtam felkelni. És nem tudtam rákattintani a portára. Ja, visszamegyek bácsérhez. Itt az aranyat felszedem azért, amit kidobtam. Csak húzzal el onnan. Nem dobtam ki ide aranyat? Hát pedig volt, nem? Vagy kitettem? Ja, lehet, hogy kitettem. Mindegy. Sőt, igazából abból kéne visszamenni. Most azt gondolkodom, hogy itt a waypont volt, mert akkor innen tudok menni egyenest a másik szintre. Van nem tudom, portál, van egy tekercs. Itt volt a waypont, nem? Akkor még a városba se kell fölmenni. És akkor kettes. Mondom, Cassidra. Ez mi? Ja, hogyha nem vagyok elég erős, akkor soha nem ölöm meg. Jó. Hát akkor nem vagyok elég erős. Az a baj, hogy oda szerintem olyan fegyver kellene, aminek sokkal nagyobb az alap damage-e, és valahogy mit tudom én, amikor két hílelés között lehetne talán megölni, mert mindig visszahíleli magát, és akkor a fegyó kell, hogy ne tudjon hílelni magán. Mert hogyha kétszer híleli magát, akkor... Akkor ide nyitok egy másik portát. Hát ilyen sose volt a Diablo 1-be. Gyertek csak, follenek. Na jó. Na, unom azt, hogy nem jönnek ki. Megint lehet javítani ezt a forst, hát miből van ez? Ezt állandóan javítani kell. Pedig olyan jó kis kard, vagy dagger, vagy bármi. Hát itt van egy hulla, mivel nem lehet csinálni semmit. Ezek meg mászkálnak a tűzkeresztbe. Mert lassan ott tartok, hogy lehet, hogy van elég sok pénzem végül is. Venni kellene, venni.
valami frankó cuccot. Megnézni vértnél mi van, vagy nem tudom. Bár nem nagyon szoktam venni cuccokat. Schwarzwald, hó. Griswold is azt hittem, hogy azzal a Magic Stone-nal valami kardot fog adni nekünk. Griswold's kardját mondjuk. Griswold's sword-ot. De nem baj, csak egyszerre nehéz, meg könnyű is ez a játék, tehát olyan fura. Ez azért mondom, mert teljesen más, mint a... Jó, nagyon hasonló az alap Diablo 1-hez, csak azért mégis másabb. Ja, igen. Abba el fog az fogyni úgyis, amikor majd ott Butcherrel szenvedek. Még identifáj sincs nálam. Mennyi ennek a szarnak még a... 4. Hát haza kell lesz menni, lehet még Butcher előtt hazamegyek. Csak tudnám, hogy melyik szobában van Butcher, és akkor azt kikerülném. Addig. Hát gondolom itt lesz. Aha. Ja, így az ilyen karóba húzott emberekből ítélve. Addig még kitakarítom ezzel a karddal még ezt a szobát. Na gyertek csak. Jaj, ne. Most húztam el valami kort. Gyorsan visszamegyek javítani, mert ez nem frankó. Annyitok még egy portált, úgyis van manám bőven. Manaposanom. Ez a Griswold mindig elmászkálhat. Ilyen kovácsot még nem láttam. A vándor kovács. Nincs elég aranyom. Mert hogy kitettem. Azért nincs. Abban mindjárt adok egy-két. Hát ezt úgyis eladom, ez egy szar. 2-től 7. Na, ennek van bőven durability-je. 46. Na azt már nevezem. 3 a Magichez. Ezt lehet el se adom, mert ezt meghagyom ilyen könyvolvasós kardnak. Ezek úgy se adnak. Ugye ez egyet ad minden. 3 Magic, ja. Ezt meghagyom ilyen izének. Azt meg nem veszi meg. Na milyen ez a gyűrű? Ritka gyűrű, nézzük. Chance to hit 11. Ah, nem is olyan rossz, de ezt eladom. Akkor is. Legalább ad érte pénzt. Jó kis dellát, akkor javítunk. Na, azért jöttünk haza. Ú, de szeretem ennek a helmnek a kinézetét, ez nagyon tetszik, ez ilyen full helm. Ezt kitesszük. Hát nem tudok elolvasni vele semmit. Igazából, nem mindig. Pár manapot itt vissza beteszek, mert fenének van nála mennyi manapot, amúgy. Én csak ezeket ide átteszem, sőt ez se kell. Jobban elférjen már a cucc, hogyha valamit felveszek. Na így jó lesz. Nem csak a goldot is kiteszem, na biztos, ami biztos. Nem tudom mennyit vesztek, hogy a felét vesztem el, vagy százalékosan valamennyit, mondjuk 20%-ot, ha megdöbölöm. Ó, hát van 29 000 goldom. Ezt már akár virtnél el is lehetne tapsolni. De jobban örülnék, hogyha valami jobb drop lenne. De amúgy lehet, hogy itt meg azért kapunk ennyi goldot ebbe a moddolt Diablo 3-ba. Hogy költsük el, és akkor ebből kéne venni upgrade-et, nem tudom. Ide visszajövök ezekért a cuccokért, legalább ezért a skull capért. Ki tudja milyen jó az. Na, és akkor most elhúztuk a levert, és akkor most lehet... Anyád. Mi ez? Intrója van a... De én nem is skipeltem. Ennyi volt az intro? Lehet, hogy ilyen be nem fejezett diablós intro volt ez. Hozzá se nyúltam az egérhez.
Meg hogy a billentyűzethez sem, aztán ugye elszkipelte. Ah, fresh meat, azt mondja. Ez is lögdös. Én erre se sebzek túl nagyokat amúgy, őszintén szólva. De ő se nagyon rám, szóval. Időt a kis falla. Ez az, megbosszultuk a holtak lelkét. Na. Azt mondja, hogy igen, igen. Infernus rollod a betéve. Buckler. Hát itt ennyi volt. Hát úgy látom, hogy nem nagyon van más, csak egy pár hulla. Mondjuk még itt van egy láda. Ez nem fér fel. Ja, nem. Megiszunk mindjárt egy ilyet, mondjuk. Így. Nem volt semmi. Ja. Hát ennyi. És a Book of Holy Bolt. Oho. Azt megtanuljuk. És mindjárt hazavisszük megint ezt a sok cumót. Nagyon kíváncsi vagyok rá. 4-től 24 az már vetekszik ezzel. Csak nagyon kicsi a minimum damage, meg az ad mindenhez. Meg a dexterity, ami ad a chance to hit. Gyártatni lehet majd a kovácsnál, azt írja Gepo. Később kapod meg, azt hiszem 13 vagy 14-es szinten. A 13 vagy 14-es szintet ilyen szint szerint érted, karakterszint, vagy pedig a dungeon. Tehát a 14-es, 13-as szint az már majdnem a legvége. Tehát igazából addig még biztos, hogy egy rahetli goldot összeszedek. Ja, nem, előbb Kénnel beszélünk, csak magunkhoz ölelünk. Nem is elég lesz a gold, úgy látom. Hello, my friend. Stay a while and listen. Remélem, hogy megérte azonosítani ezeket. Szar lesz. Unusual item damage. Na jó, hagyjuk. Ez kettő a Magichez, azt eltesszük. Építem a Magic-es gíremet. Ez mindegy kalapszar. Ja. Hát akkor Valort azt skipelni fogjuk szerintem. És aha, ebből el tudok olvasni egy rakáskönyvet. Hát azt már így nem. Ezzel ezt is lehet, hogy el kéne adni a francba, mert ez is egy szar. Bírom az ilyeneket. 4-től 24, hát ez... gyenge. Azt kell mondjam, gyenge. Mert ez még azzal, hogy ad egyet minden attribútumhoz, abban benne van a strength is, és azt hiszem az növel úgyis damage-et is. Gyenge. És a minimum damage-e nagyon rossz. Úgyhogy marad az, hogy ki kell kerülni ott a izé csávót. És mondjuk nem is tudom, hogy miért ebbe jöttem be, de mindegy igazából. Innen vissza galoppolunk. Kikerülöm és szerintem megyek tovább, aztán majd visszamegyek Erkén valóhoz valamikor. Na de így legalább már meg lett minden, tényleg amúgy a városban ilyenkor. Ott a városban nem kapunk ilyenkor semmi izét. Valami... hogy mondjam... jutalmat. Azért, mert kinyírtuk Butchert. Az ötös szintet amúgy egész jól bírom, csak ezeket a fő ellenségeket nem olyan, nem tudom.
Hát jó, akkor nem kapunk. Mindegy, megyünk tovább. Le van kakkantva. Jaj! Na, jó vagy. Nem is jönni fog utána itt egy darabig. Nem lehet ide bezárni vajon? Cső! És utánunk jön. Ebben átmegyünk a hatos szintre, vagy bármi ilyesmi. Hát itt is megy be. Csontváz. Itt is jönnek. Hát egy tisztára tönkre tesz engem ez a csávó. Ó, én mindjárt újraindítom a játékot, aztán... Lehet az kéne. Akkor leave game-elek, azt visszajövök még egyszer. Nincs olyan, hogy kilépni a menübe, nem baj. Lesz benne egy sötét kép. És amúgy ez az... Na megnézzük legalább, hogy a map az újra generálódik-e, mert hogyha nem, akkor a 4-es szintől ide csak le kell jönni, és itt jön az 5-ös szinten. Úgyhogy már is indítom újra. És ez még csak a normál. Normál nehézségi fokozat, fú. Javítani kell vajon? Most így. Kell azért 300-at. Fene essen ezekbe a kovácsokba. Újra generálta a mapot. Nem baj, úgyis kell XP, meg mit tudom én, minden kell igazából. Már félig meddig úgy vagyok vele amúgy, hogy lehet már csak sárga cuccot kéne fölvenni. Nagyon nehéz jobb fegyvert találni. Csak meghalt. Erre mi van? Zsák utca. Azt nem érdekel, az ez egy csontváz. Na, az 5-ös szinttel alapból amúgy úgy nem sok bajom van. Ó, és pont itt van mellette az 5-ös szint. Hát akkor meg nagyon jó. Akkor meg semmi gond. Melyik kell ezekbe jutni? Jóisten, mennyien vannak itt. Még ezekért majdnem több XP-t kapok, mint ami az 5-ös szinten vannak ilyen tehenek. Vagy nem tehenek, hanem ilyen... kecske emberek. Nem tudom, miért jutott a tején az eszembe. Na, itt van egy ilyen elit. Ezt is ennyi ideig ütöm? Na mindegy. Hát igen, kéne még damage. Igen. Úristen, mennyi embert megöltem. Embert, hát ilyen démont. Na végre meghalt. Viccesek ezek a kis fallenek amúgy. Van egy rahedli arany amúgy szétszórva. Mindjárt szétválogatom a tárgyakat is, meg minden. És itt meg ugye nem nagyon fogy a HP potion, aztán én meg pont most feltankoltam vele nagyon. Kicsit furán mozog a kari, néha. Ugye nem látni a kiírásból, hogy mi hol van a földön. Na, ezt a robot arrébb tesszük, mert ez nagyon nem kell. Ez klap se kell amúgy, ugye. Healing, van a poti.
dagger, egy holy bolt, meg egy skull cup. Most vigyem haza megint, hát most voltam otthon. Nem. Nyomja a kontrollt. Jaj, a kontrollal állandóan. Én altot szoktam nyomni, azzal így fellevillan. Kontrollal meg állandóan mutatja. Hát nem. Az altot jobban szeretem. Mint én az altot szoktam így nyomogatni amúgy. Igazából lehet az ilyet nem is éri meg. Hát, már azonosítani. És itt megint van egy magic rock. Amit megint nem fogunk tudni fölvenni, gondolom. De mondja, hogy már nem kell neki. Baj. Na itt fogunk inkább kutakodni ezen a szinten, meg majd a hatoson, mert itt jobban van esély szerintem bármire. Már itt vannak ilyen repkedő cuccok is. Már megint tönkrement egy ilyen kis harctól, tönkrement a kis dekköröm. Hát ez nagyon durva. Én szerintem meg alig találom el őket, az a durva. Ettől kell egy jobb, egy ilyen egykezes, ami jobb. Jó, ez meg csak leült pihenni. Ja, jó van. Ezek a gárgolyók, ezek ilyenek. Na, azt mondja, hogy akkor most be tudunk tenni két HP potit, ami nem túl sok. Ezt viszont meg tudjuk tanulni. Jó. Mennyi még a durability? 5. Jó. Még ez egy darabig elég lesz, remélem. Ne menj el pihenni. Milyen jó 50 aranyakat dobnak ezek. Azért az már úgy faja, abból lehet javítani és meg minden. Csak ezt az állandó hazamászkálást utálom amúgy. Mint tehát nem utálom, mert tehát a játéknak a része ez is, hogy hazamegyünk meg minden. Lehet lassan tényleg azt fogom csinálni, hogy felveszem. Csak azért, hogy időt spóroljunk a gyorsaságát annak, hogy gyorsabban menjen. És amúgy még írtátok közben azt is, hogy a... Basszus. Szóval írtátok azt, hogy kapcsoljon be a szörnyeknek a tulajdonságait, ugye? Gepo, azt írtad, hogy a G betűvel. Szóval csak az a baj, hogy be van kapcsolva. Melyik volt az? Combat info text. Be van kapcsolva és nem mutat mégsem semmit odalent. Arra mondj nekem valami megoldást, hogy odalent hogy lehet kiíratni a szörnyeknek a nevét, meg a tulajdonságát, meg ezeket az infókat. Mi volt az? Ja, eszes. Eszes. Na. Ezt már szeretem, amikor nem kell utánok sokat mászkálni. Húha. Megint van egy elit. Ezekből ritkítani kell, mert ezek nagyon körbe fognak állni. Előbb a gyengébbeket. Neked mutat mindent. Hát nekem nem tudom, hogy miért nem látod, hogy nem mutat odalent semmit. Nem tudom, hogy miért nem. Ötletem sincs. Nem bugaráltam a játékban semmit. Max annyi lehet a különbség, hogy te másfajta Diablót tettél fel, mint én. Majd lehet megpróbálkozok egy másik verziójával én is. Jóhaj! Azt jól kikerültük. Igen, na még itt van egy ilyen kecske. Egy gyűrű. Azt a gyűrűt viszont valahogy beszuszakoljuk.
Ah, megiszunk egy ilyen kis HP potit. És itt most hazamegyünk. Ennyi. Gondolkodom azon, hogy lehet ide kidobálom a potionöket, mert nincs értelme, hogy magammal vigyem. Hogyha csak ennyit tudok hazahozni. És az, azon mi van? Vagy mi, mit? Mi az, hogy le kell szedni? Minusz 4 vitality. Plusz egy a magichez. Nem baj, ezt most sem nagyon meg. Ja, javítás. Bocsánat. Mindent megjavítunk. Könyveket kiteszem ide. Lehet mindjárt a könyveknek csinálok is egy külön tabot, most már elérkezett ennek az ideje. Csináljuk nekik, mindegy. I can't use this yet. Így, hát ezzel a sok monopotival, meg majd valamikor eladom őket Adriánál. Ennyi elég szerintem. Sőt, még ezt is kiteszem ide. Így. Nem is kell több HP poti. Még amúgy lehet ezeket a full revelation-eket is megspórolom most magamnak. Mert ezek később sokba fognak kerülni, ha valami nagyobb fight-ot csinálok. De most azon is gondolkozom, hogy lehet nincs is értelme, mert hogyha nem lehet megölni damage miatt valamit, akkor minek tartogatom? Na mindegy. Ennyi HP poti elég kell, hogy legyen. De mi van megcsinálva? Tehát, hogy egy olyan Diablo 1 kliens, ami rajta van, ez a mod és minden frankon működik, tehát ilyen egybepak. Törölt ki szerintem az erejéről az ilyen www. Nem tudom mit, vagy http-t, és próbáld meg úgy belinkelni, hát ha. Nem tudom, hogy úgy lefilterezi, mert az ilyen kattintható linkeket szerintem csak az ilyen kattintható linkeket szedtem ki. Hogy ne engedje, hogy ne kattintson rá senki, ami olyasmire, ami káros lehet. Egyszer nekem is belinkeltek valami szart, és mindegy, rákattintottam itt Twitch-en, és nem kellett volna. Jó. Már látom, hogy ott egy nagy területet hagytunk ki. Itt len. Na, de majd legfeljebb visszajövök érte. De szétvertem ezt a gárgolyokat. Most nagyon elkaptam őket. Ezek meg nem félnek a fallenek, most nagyon bátrak. Gyere csak vissza, madárka. Csak menekül. Ó, hát de még mennyi HP-val? Még elég sok élete volt, és mégis menekült, nem? Nem hal meg, tényleg gyenge a fegyom. Pedig nekem úgy tetszik meg minden fegyver. Csak tényleg az, hogy hát ilyenkor ez a baja. Csak azt nem értem, hogy ott a Valornál is hogy nem akasztja meg a healingjét. Hát úgy elég könnyű lenne megölni amúgy, hogyha megakasztaná, mint hogy nekem is megakadnak dolgok, amikor ez a Recovery from Heat, vagy mi ennek a neve. Ja, látom. Jó. És visszanyomtam a message-eket. A javát.
A mindenes blog. Aha. Látom. Igen, ugye csak ezzel tudod, az a baj. Azért nem tudok ilyeneket kiposztolni, meg stb. Mert ez amúgy illegális. Tehát... Mert ugye ebben benne van ugye a játéknak is a fájai. A mod az nem illegális, mert azzal nem... Tehát a Diablo... A Diablo 1-et azzal nem osztod meg. Az csak egy mod, amit nem tudsz használni az eredeti játék nélkül. Tehát ezért mondom, hogy... Másokkal ezért nem tudok megosztani ilyen dolgokat, mert nem akarok rosszat se magamnak, se másnak. De köszi a linket, majd megsosolom. Ez a szintet léptünk. Ezek a formák. Ez az. Na. Vagy még hogy pörög ez a kecske. Ez a jó, amikor goldot dobnak, mert az nem foglal sok helyet az inventoryba. Jó Isten, mi van itt? Ez az elit. Most annyira nem látom, hogy mi van ott. Tol ráadásul fagyasztól. Húha. Ide állok be akkor. Ide jöhettek. Komák, gyertek. Na. Gyerünk. Nem látszik, hogy melyik az elit. Ez mi volt? Ilyen fagyos karikát engedett ki magából. Ez lesz itt az elit. Jó szívós egy állat, na remélem dob is valami upgrade-et. Ácsi, ez itt mind nagyon nehéz, hát ez elit pak, vagy ez mi? Na ne. El fog fogyni. Aha. Nem tudok tomportot nyitni. Hát mi történt itt? Van ilyen, hogy elit pak a Diablo 1-ben? Haza kell mennem, nincs mese, mert... Nem hagytam itt valahol egy kósza HP potit, HP-t, mana potit. Mondjuk tudok, van Dark Pact-em. Hogy nem volt elég olyan kevés manát adott az a... Az a mana poti? Ó, hát ez az, ez királyi. Na és akkor ebből hazatépézünk.